Köszöntöm kedves nézőinket, Önök az Egészségmentén című magazin műsorunkat látják. Mai adásunkban az irritábilis bélszindróma tüneteiről, kezeléséről, illetve a probléma megelőzéséről lesz szó. A témával kapcsolatosan Király Éva, dietetikus lesz a vendégünk. Üdvözlöm a műsorban, köszönöm szépen, hogy ismét elfogadta a felkérésünket. Nagyon szívesen, én is köszönöm, hogy itt lehetek. Szép jó napot kívánok! Arra kérném, hogy elsőként is beszéljünk arról, hogy mit is jelent pontosan az irritábilis bélszindróma. Ez, hogy irritábilis bélszindróma, ez tulajdonképpen az emésztőrendszernek egy funkcionális zavarát jelenti. A teljes emésztőrendszer az egyensúlyának felborulása, mint probléma. Gyakorlatilag így tudnám ezt így legplasztikusabban megfogalmazni. Különbség van mondjuk ugye itt az IBS meg az IBD között, de majd gondolom beszélünk majd erről is. Na, az IBS az gyakorlatilag az emésztőrendszer irritációját, funkciózavarát jelenti. És milyen tünetek nyomán jelentkezik a probléma? Sokféle tünete lehet, de nyilván az elsődleges tünetek a hasfájás, hasmenés, székrekedés, ezek váltakozó megjelenése. Társulhat emellé mondjuk például ugye puffadás, ami nagyon, nagyon jellemző, illetve akár fejfájás, hányinger, és egyéb nem közvetlenül ilyen emésztőrendszeri tünet is előfordulhat. És ugye ezek a tüneteket többféle probléma is okozhatja. Hogyan diagnosztizálják ezt a betegséget? Milyen vizsgálatok szükségesek? Konkrét és kifejezetten erre vonatkozó vizsgálat vagy diagnosztikai eljárás nincsen. Nyilván a tünetekből adódóan azért vannak olyan hasznos vizsgálatok, aminek az eredményéből következtethetünk mondjuk az IBS jelenlétére. Ugye kiindulva az alap problémából, hogy bizonyos elfogyasztott ételek és italakra való reakció, ugye, mint tünet, puffadás, hasfájás, és a többi, amit a korábban is említettünk. Tehát erre vonatkozóan azért van néhány olyan gasztrointestinális vizsgálat tesztek, például fruktóz teszt, intolerancia teszt, azt is lehet végezni. Vannak akár mondjuk kilégzéses teszt, ami szintén az emésztőrendszernek egy problémájára utat, már túlmutat egyébként az IBS-en, ez már konkrétan akár a kontaminált vékony bél állapotát is meg tudja mutatni, vagy jelenlétét is igazolni tudja adott esetben. Eliminációs diétával is szokták egyébként, tehát a legegyszerűbb módon, hogy azokat az ételeket, amik kiváltják a tüneteket, azokat, ha kivesszük az étrendből, változik-e a helyzet. És mi állhat egyébként a betegség hátterében? Nagyon nehéz megállapítani, a hivatalos állásfoglalás sem tudja megmondani, hogy pontosan mi a háttérok. A mai világunkban és az életmódunkban azért számos olyan tényező van, ami elég erősen hozzájárulhat ehhez. Alapvetően, ugye, ahogy már említettem korábban is, az emésztőrendszer egyensúlyának a felborulása mindenféleképpen kiváltó ok lehet, vagy legalábbis egy ilyen gyökérok lehet, amit persze nyilván egy csomó minden befolyásol. Ha megnézzük azt, hogy élünk, hogyan étkezünk, a körülményeket, egy gyengébb gyomorfunkció is például abszolút hozzájárulhat ehhez, de ugye kapkodva eszünk, rohanva eszünk, nem teremtjük meg az étkezésnek az ideális körülményeit, nem szánunk rá kellő időt, félig megrágva kerül az étel a gyomorba, onnan nem teljesen megemészve kerül tovább a vékony bélbe. Azért, ha megnézzük, rengeteg stressz ér bennünket napi szinten, sok emberre mondható, hogy frusztrált, a saját életében sincsen kellő egyensúly, és ezek mind-mind olyan tényezők, amik hozzájárulhatnak ehhez. Nem véletlenül mondják azt, hogy az emésztőrendszerünk az a második idegrendszerünk, tehát, hogy nagyon sokan vagyunk mentálisan túlterhelve, leterhelve, és ezek nagyon-nagyon szoros ilyen korrelációt mutatnak az IBS kialakulásával. És körülbelül mi a tapasztalat, mennyi embert érinthet ez a probléma, illetve hogy kiket érint leginkább?
Tapasztalatom az, hogy nagyon sok embert érint kisebb-nagyobb mértékben, tehát nyilván nem mindenkinek van ilyen jellegű problémája. Általában kisgyerekeknél ez nem szokott előfordulni, tehát felnőtt embereknél jellemző inkább. Bizonyos betegségekkel is szorosabb összefüggés lehet, itt most csak egy példát említve, a nőknél az endometriózis és az IBS kapcsolatát kutatások is vizsgálják, tehát ott általában az egyik jelenléte a másikat is előbb-utóbb magával vonza, tehát ott van összefüggés, de hát pont az előbb említett okok miatt inkább ugye a felnőtt emberekre jellemző. És milyen kezelési módok léteznek a probléma megoldására? Az első és legegyértelműbb nyilván, hogy azokat az ételeket, amik problémát okoznak, kivonjuk az étkezésből, mondjuk például átmeneti ideig. Emellett nagyon fontos az emésztőrendszer regenerációja, tehát hogy nagyon egyénileg szoktuk ezt így megközelíteni, különböző laborértékekkel, vizsgálatokkal, majd végigmegyünk az illető étkezési szokásain, ott a szürke foltokat kitisztítjuk, és teszünk olyan javaslatokat, ami a korábban említett körülményekre is kedvezően hat. Van az úgynevezett alacsony FODMAP étrend, ami kifejezetten az ilyen emésztőrendszeri problémákra egy nagyon hatásos és ilyen eliminációs terápiás étrend, amit egyébként az Ausztrál Monash Egyetemen kezdtek el kutatni, és onnan jön gyakorlatilag az étrend is, az alapétrend. A lényeg ennek az, hogy ugye a FODMAP-ek, ez egy rövidítés, egy angol rövidítés, a fermentálódó, egyszerű és összetett szénhidrátoknak, valamint a cukoralkoholoknak a gyűjtő nevét jelenti, és ezek is okozzák a problémát, tehát hogy ezek a FODMAP-ek, amik közé tartozhatnak ugye a fruktóz, ahogy mondtam, egyszerű cukrok, összetett cukrok és a cukoralkoholok, az egyszerű cukrokon belül például ugye a laktóz vagy a fruktóz, az összetett cukrokon belül például a fruktánok tartoznak ebbe a csoportba, gyakorlatilag ezek szénhidrátokat és rostokat jelentenek, amik ugye az emésztésünk során olyan típusú szénhidrátokat és rostokat, tehát hogy ezek a FODMAP-ek nem szívódnak fel a véráramba, tovább haladnak a bélrendszeren, eljutnak a vastagbélbe, és ott gyakorlatilag a vastagbél baktériumai bontják le. Na most, hogyha a bélflóra is fölborult, és nincs egyensúly, ami megint csak rengeteg emberre jellemző, akkor ugye ezek ott elkezdenek fermentálódni, erjedni, hidrogéngáz keletkezik melléktermékként, és ugye ezek váltják ki ezeket a puffadásos tüneteket. Na most ugye ez a FODMAP például egy nagyon-nagyon jó terápiás lehetőség gyakorlatilag az ilyen esetekre. Azt jelenti, hogy azokat a típusú ételeket, amik egyébként egészségesek is, tehát hogy nagyon sok egészséges alapanyag, gyümölcs, zöldség, akár gabonafélékben is előfordulhatnak ezek a FODMAP-ek. Úgyhogy a lényege ennek az étrendnek, hogy ezeket a magas FODMAP-eket tartalmazó alapanyagokat kivesszük az étrendből, és egy ilyen kvázi alacsony FODMAP étrendet állítunk össze. Na most csak, hogy konkrét is legyek, hogy példákat is tudjak mondani. Akár kategorizálni is lehet, hogy vannak a biztonságos kategóriába tartozó alapanyagok, és akkor így végig lehet menni a különböző ételcsoportokon, a gyümölcsökön, zöldségeken, gabonákon, és a többi, és a többi. Vannak azok a csoport, van az a csoport, ami az óvatosan kategóriába tartozik, például ilyen lehet a cékla, vagy ilyen lehet a sütőtök, édesburgonya, hogy ezek is tartalmaznak annak ellenére, hogy egészségesek FODMAP-eket, tehát ilyen fermentálódó szénhidrátokat, de előfordulhat, hogy kisebb mennyiséget elfogyasztva egyszerre belőle, az nem okoz még ilyen emésztőrendszeri panaszt, és akkor ki lehet tapasztalni, hogy mi az a mennyiség, amit még az adott ember tud tolerálni. És hát van az a kategória, ami teljesen sok ilyen FODMAP-et tartalmaz, és akkor azt ki kell venni teljes mértékben az étrendből. Magas fruktot tartalmú gyümölcsök is ide tartoznak például, vagy a zöldségek közül akár mondjuk a hagymafélék, fokhagyma, vöröshagyma általában elég sokszor ugye problémás szokott lenni, és ennek van egy rendszere. Néhány hónapon keresztül ezt lehet folytatni, és mindemellett pedig nagyon fontos szempont az emésztőrendszer regenerációja, tehát a gyomor támogatása, a gyomoremésztés
egészségének a támogatása, a bélflóra egészségének a támogatása, pre- és probiotikumokkal, és akkor ezt így komplexen lehet megközelíteni. Nem egyszerű egyébként, mert a probléma is azért elég összetett, ugye sok tényező szerepet játszhat benne, de ilyen oldalról szoktuk megközelíteni. És mi a szövődménye lehet annak, hogyha valaki nem foglalkozik ezzel a problémával, nem kezeli? Ugye maga az IBS is nagyon sokáig nem diagnosztizálható, vagy szóval, hogy most nyilván rengeteg embernél fordul elő az, hogy néha kicsit puffad, vagy különböző ilyen has diszkomfort érzést tapasztal ugye a mindennapok során. Úgyhogy nagyon sokáig nem is gondol senki arra, hogy mondjuk neki a háttérben lehet valamilyen komolyabb problémája. Nyilván, hogyha nem figyelünk erre oda, akkor ez sokkal kifejezettebb lehet, és azok az ételek, amik problémát okoznak, amikre intoleranciával reagálunk, akár komolyabb gyulladásos folyamatokat is elindíthatnak. Tehát, hogy érdemes azért ezekre a jellegű tünetekre odafigyelni, és tudatosan úgy alakítani az étkezésünket, életmódunkat, hogy támogassuk ezeket a folyamatokat jó irányba. És hogyan lehet megelőzni ennek a problémának a kialakulását? Meg lehet-e egyáltalán előzni? Persze, természetesen meg lehet előzni, nyilván egy nagyon jól összeállít étrenddel, életmóddal. Ahogy már volt szó róla korábban, jó, hogyha időt szánunk arra minden étkezésünkre, a főétkezésekre legalább ugye a nap folyamán, alaposan megrágjuk az ételt, hiszen az emésztés az már a szánkban elkezdődik, a nyállal jól összekeverjük és jól megrágjuk az ételt, a nyálban már szénhidrátbontó enzimek is dolgoznak, minél pépesebben kerüljön le a gyomorba az étel. Ha valakinek adottság, alkati adottságból adódóan mondjuk gyengébb a gyomra, akkor vannak praktikák, amiket lehet alkalmazni közvetlenül étkezés előtt, az ilyen savanyú, keserű ízek koncentrált formában segítik a gyomornev termelődését. Nem véletlenül vannak ezek akár az almaecet is, a citromleve, vagy a gyomorkeserű, ezek a keserű gyógynövény kivonatok, ezeket azért gyógyszertárban is abszolút elérjük könnyedén. Tehát vannak olyan praktikák, amivel a gyomor funkcióját is tudjuk támogatni, és ahogy már említettem, azt is a további bélszakaszon, akár a vékony bélben, de legfőképpen ugye a vastag bélben lévő baktérium törzsek támogatása, ami fermentált zöldségekkel, ugye akár a legismertebbeket, ha említem, a kovászos uborka, vagy az igazi házi hordós savanyú káposzta, ezt mindenki ismeri és tudja, fermentált szénhidrátok, azok pre- és probiotikumokat tartalmaznak, egy nagyon ősi, ugye, erjesztéses eljárással készül, nagyon egyszerű, viszont nagyon hasznos így a bélbaktériumaink, a barátságos bélbaktériumok számára. Ki lehet nyilván egészíteni ezt specifikus készítményekkel, akár probiotikus készítményekkel, vagy olyan prebiotikumokkal, vízoldékony rostokkal, amiből azért, ha természetes forrás nézzük, nem fogyasztunk olyan sokat így az étkezésünkkel, és mindemellett ugye az életmódunk az, hogy kellően gondozzuk a testünket, amiben így élünk, legyen rendszeres sport, mozgás. Az étkezésben egyébként ugye a zöldségek, gyümölcsök nagyobb mennyisége a rostokból, a színanyagokból, a mikrotápanyagokból adódóan szintén nagyon fontos, és hogy minél kevesebb olyan ultrafeldolgozott, feldolgozott, finomított szénhidrát forrást fogyasszunk, az is nagyon fontos, mert egyrészt ebből rengeteget eszünk, azért ez jellemző a mai étkezésünkre, másrészt ugye ez pont azokat a nem igazán barátságos baktériumokat fogja táplálni, ami az egyensúlytalanságot aztán felerősítheti a bélrendszerben. És ugye a beszélgetés elején említette az IBD elnevezésű betegséget vagy problémát. Ennek mi is lényegében mi a jellemzői, illetve hogy mi a különbség az IBS és az IBD problémák között? Ugye az irritábilis bélszindróma az az irritált bélszindrómát jelenti, míg az IBD, ugye ennek az angol kifejezése az Inflammatory Bowel Disease, tehát hogy a bélrendszernek a gyulladásos megbetegedéseit jelenti. Sokkal
komplexebb és komolyabb problémáról van ebben az esetben szó. A két leggyakoribb ilyen gyulladásos bélbetegség a colitis ulceróza, ami a vastagbélnek a gyulladásos, fekélyes állapotát és betegségét jelenti, de a Crohn is ide tartozik, ami egyébként kiterjedhet az egész emésztőrendszerre. Ugye az egészséges és a beteg bélszakaszok váltakozóan fordulnak elő, de hogy mind a kettő egy nagyon-nagyon komoly, krónikus, tehát hogy nem egy ilyen akut probléma, hanem hogy folyamatosan fennálló problémáról van szó, ami azért eléggé megkeseríti az érintetteknek az életét, nyilván attól függően, hogy milyen mértékű a probléma. Nem is igazán tudják a szakemberek, hogy mi a pontos kialakulásnak az oka. Egy autoimmun folyamatról és egy autoimmun jellegű gyulladásos állapotról van szó, ahol vannak bizonyos időszakok, ilyen remissziós időszakok, amikor egy kicsit visszahúzódik a gyulladás, és hát vannak ilyen fellángoló időszakok, amiket viszont nagyon nehezen élnek meg azok az emberek, akik ebben érintettek. Gyógyszerre általában szükség van mindenféleképpen, és hát nagyon-nagyon tudatosan és óvatosan kell az étrendi dietoterápiát is alkalmazni, mert rengeteg alapanyag problémát okozhat. A tünetek szempontjából mennyire hasonlít a két probléma, tehát az IBD és az IBS? Hát lehetnek egyébként hasonló tünetek, de azért az IBD esetén mondjuk, ha egy colitis ulceróláról van szó, ott ugye egy nagyon jellemző tünet a gyakori hasmenés. Tehát végül is ez egy közös tünet is lehet, bár az IBS-re jellemzőbb inkább a puffadás és az ilyen a hasfájás és ez a jellegű diszkomfort érzés, a colitisnél pedig nagyon-nagyon gyakori és akár ilyen vízszerű hasmenés is van. Ott ugye a bélszakaszok nagyon gyulladtak, fekélyesek is lehetnek, tehát hogy erőteljes kvázi ilyen fájdalom is emésztőrendszeri, vagy a bél területét érintő fájdalom is nagyon jelentkezik. Szóval, hogy sokkal-sokkal komolyabb a tünet együttes is, meg az, amit megélnek mondjuk azok az emberek, akik érintettek ebben. Én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, köszönjük szépen a hasznos információkat ismét. Én is nagyon köszönöm, örülök, hogy itt voltam. Minden jót! Ez volt már az Egészség mentén. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottak. Tegyenek így a jövő héten is. Viszontlátásra!